Szanyi Tibor pártja önállóan indul a 2022-es választáson, írja a közleményében a párt. Önálló programot, egyéni jelölteket, önálló listát és saját miniszterelnök jelöltet ígérnek. Azt is írják, hogy az ISZOM a kormányváltáson és a szocializmus megvalósításán munkálkodik. Szanyi Tibor pártján kívül eddig a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelentette be, hogy külön listával próbálkozik.